És itt is ül velem szemben Karsai Szilvia, pszichológus. Szervusz, köszöntelek szeretettel a stúdióban. Nézőket is. Ahogy ígértem a nézőknek, veled kifejezetten a mentális lelki egészségünkre fogunk most koncentrálni. Én arra kérlek téged, hogy először definiáljuk azt, hogy mi az, hogy mentális egészség, és mit jelent konkrétan ez a fogalom. A mentális egészség az gyakorlatilag a testi egészséggel kéz a kézben jár, és minden ide tartozik, amitől jól érezzük magunkat a bőrünkben, produktívnak, hatékonynak érezzük magunkat, jól teljesítünk, vannak társas kapcsolataink, kielégítőnek érezzük az életünket, tehát effektíve teljesnek éljük meg az életünket. Freudot kérdezték meg egyszer, tehát Sigmund Freudot kérdezték meg egyszer, talán az egyik tanulója, de nem vagyok ebben biztos, hogy mitől lesz valaki mentálisan egészséges, és milyen képesség szükséges ehhez, hogy el tudjuk sajátítani. Hát nem tudom, hogy ő erre mit mondott, de én most téged kérdezlek, és együtt próbáljuk meg megfejteni ezt a kérdést. Hát ő azt mondta, hogy szeretné és dolgozni, ez a két ilyen kulcsfogalma van, és ez egyébként a WHO-nak is, az Egészségügyi Világszervezetnek is a definíciójából visszaköszön, hogy jól érezzük magunkat, legyenek működő társas kapcsolataink, és a társadalomnak a hasznos tagjaiben váljunk. És igazából én is ezt tapasztalom, hogy ez a két ilyen nagyon fontos alapkő van. Na, hát akkor ezt a két alapkövet vegyük sorra először, szeretni és dolgozni. Szeretni. Uh-huh. Ez azt gondolná az ember, hogy minden ember életében teljesen magától értetődő. Persze, szeretjük a családtagjainkat, szeretjük saját magunkat, amennyire ez az egészséges önképhez mondjuk szükséges, szeretjük a Jóistent. Ez biztos, hogy ennyire egyértelmű? Nem teljesen egyértelmű, tehát ez visszaköszön abban, hogyha például valaki nem fogadja el magát, vagy nem tudja kimutatni például az érzéseit, vagy nem tud kapcsolódni másokhoz. Tehát, hogy nagyon sok ponton sérülhet. És akkor ott a másik fogalom a dolgozni. Mindig erről a nagymamámnak a mondása, illetve nem az ő mondása, de József Attilától idézte mindig, hogy dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Mindig ezt mondta nekem, persze kislánykoromban nem értettem, hogy miért ismétli el ezt annyiszor, de aztán rájöttem, hogy milyen sok igazság van benne. Tehát, hogy a munka szeretete, főleg, hogy a hivatásként éljük meg, az mennyire hozzá tud járulni az egészségünkhöz, a mentális egészségünkhöz. Mondd el nekünk a pszichológus szemével, hogy ez hogy van. Alapvető szükségletünk, hogy hatást gyakoroljunk a világra, hogy létrehozzunk valamit, alkossunk. Minden területnek megvan az a pontja, ahol alkotást tud létrehozni, tehát nem feltétlenül csak festményekre vagy művészeti alkotásokra gondolok. És ennek a saját hatásunknak a megélése, vagy a saját tevékenységünknek a megélése, az, hogy ki tudjunk teljesedni a szakmánkban, az, hogy olyan feladatokat kapjunk, ami gondolkodásra, tettekre késztet bennünket. A Maszlói piramisnak a nem tudom, hanyadik csúcsa ez, hogy igen, ez a megvalósítás? Igen. Akkor ez még ma is megállja. Igen. Abszolút, igen. Pszichológusként dolgozol a pszichológusi szolgálatodban. Milyen okokkal találkozol a tekintetben, hogyha valaki mondjuk kivillen ebből a mentális egészségből, akkor ennek mi az oka? Általában tünetekkel szoktak megkeresni bennünket, tehát engem is és a kollégáimat is, és ezek nagyon gyakran valamilyen szorongásból táplálkoznak, hogy valamilyen félelem, stressz helyzet, kudarc élmény, vagy valamilyen konfliktus, aminek nem találják mondjuk a feloldását. Tehát általában ezt próbálják meg így körülírni azzal, hogy negatív tüneteket tapasztalnak magukon, nem érzik jól magukat a bőrükben. Hogyha mondjuk arra gondolunk, tehát hogy szétnézünk itt magunk körül. Először volt egy Covid világjárvány, azért ez még ma is velünk van, most egy picit háttérbe szorult a kommunikációja, de azért itt van. És van a szomszédságunkban most egy háború. Igen. Na most a szorongásunkhoz azért ez mindenféleképpen biztosan hozzájárul, meg mondjuk ezeknek az eseményeknek a következményei is. A pszichológus mit tanácsol, hogy ezeket a negatív érzéseket, félelmeket, szorongásokat, ezeket hogyan kezeljük hatékonyan? Igen, mindegyik helyzet, amit említettél, ez alapvetően a biztonságérzetünkből billentett ki, és olyan dolgok, amik gyakorlatilag a fejünk fölött történtek, tehát a saját
hatókörünkön kívül, tehát elvesztettük a kontrollérzetünket, és bármi olyan tevékenység, ami a biztonság helyreállítását, vagy ami a kontrollérzet helyreállítását segíti, az jó lehet nekünk ebben a helyzetben, illetve a másik rész ennek a megküzdésnek ezzel a helyzettel az az, hogy a bennünk keletkezett negatív érzések, bizonytalanság, feszültség, félelem, aggodalom, szorongás, ezeket megpróbáljuk felismerni és kezelni akár szakemberrel, akár mondjuk a társas kapcsolatainkon keresztül. Akár, hogyha az embernek van egy lelki vezetője, mondjuk egy atya személyében, vagy egy nővér személyében, vagy hogyha van egy pszichológus, aki számára bevált, és mindig visszajár hozzá, és segíti őt a fejlődésben, az nagyon jó. Azt hiszem, hogy egy ideális helyzet. Mi van azokkal, akik mondjuk nem engedhetik meg maguknak, akár mert nincs rá idejük, vagy nincsenek hozzá anyagi forrásaik, hogy mástól kérjenek segítséget. Nekik otthon, a saját kis kereteik között, te, mint pszichológus, mit tanácsolnál? Alapvetően ugye ilyenkor, amikor ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, akkor jellemző az, hogy betörnek olyan gondolatok, amik elviszik a fókuszt a mindennapi dolgainktól, meg a tevékenységeinktől. Ilyen ennek gondolatok mik lehetnek például? Bármi, tehát akár az, hogy múltbeli dolgok, tehát hogy rosszul csináltam valamit, vagy így a tapasztalatokkal kapcsolatban, akár jövőbeli dolgok, félelmek, aggodalmak, akár a mások felé irányuló, hogy mit gondolnak rólam mások. Tehát, hogyha ezt a fókuszt vissza tudjuk valahogyan irányítani a jelenbe, most a valahogyanra vannak technikák is, tehát mindfulness, jelentudatosság kulcsszóval tudnak találni ilyen technikákat, de például az ilyen földeléses gyakorlatok, figyelmet visszairányítsuk a testünkbe, akár egy légző gyakorlat például, hogy a gondolatokat engedem lebegni, de a légzésemre figyelek például. Itt ugye végül is a kulcsa ezeknek a gyakorlatoknak az, hogy nagyon-nagyon egyszerűen arra figyelek, amit éppen csinálok. Tehát, hogyha leülök, és mondjuk, nem tudom, én elcsendesülök, akkor figyelek a légzésemre ki, be, és akkor ezzel lenyugtatom tulajdonképpen a fejemben cikázó gondolatokat. Itt tartok a kezemben egy 5 perc én idő nevű kis könyvet, ezt te hoztad nekünk. Ez mire szolgál? Ez gyakorlatilag egy olyan kalauz, aki szeretne egy kicsit a saját világába beljebb kerülni, beljebb lépni, annak hozta létre ezt a Pszichodiák Alapítvány. Azt a szokást vezeti be, hogy egy picit figyeljük saját magunkat és a tapasztalatainkat. Ez egy olyan napló, amiben lehet regisztrálni azt, hogy milyen volt a napja az illetőnek, hogy érezte magát, milyen céljai vannak. Ezt nyomon lehet követni, szokásokat nyomon lehet követni benne. Kicsit ráirányítja a figyelmet. Aki még barátkozik ezzel az önismeret témával, annak egy jó kezdő lépés lehet. Mit tanácsolsz azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekem nincs semmi problémám, én nagyon, nagyon jól vagyok a bőrömben, nincs szükségem akár egy ilyen kis naplóra, hogy vezessem benne mondjuk a gondolataimat, vagy a terveimet. Biztos vagyok benne, hogy azért mindenkinek van hová fejlődni, mindenkinek vannak olyan vakfoltok az életében, vagy a lelkében, amire érdemes figyelni. Hogyan bátorítanád őket, hogy ők is erre fektessenek nagyobb hangsúlyt. Hát igen, az önmagunkba fektetett munka az, ami a legjobban megtérül hosszú távon, hiszen bármit csinálunk az életben, ugye abban önmagunk, mint személyiség, mint teljes egész ember veszünk részt, és hogyha tisztában vagyunk a reakcióinkkal, az érzéseinkkel, motivációinkkal, akkor a céljainkat is hatékonyabban el tudjuk érni. Az egyház tanítása szerint a lelki jólétünknek az egyik nagy alapja, ugye másoknak a segítése, mások szolgálatába állított hivatás, és én úgy gondolom, hogy ez valóban így van, hogyha mondjuk a saját életem példáját nézem, de szerintem sokak tudnak ezzel azonosulni. A pszichológus mit mond erről? Ennek van valamiféle, nem tudom, tudományos alapja ennek a kijelentésnek, és alá tudnád támasztani néhány gondolattal ezt? Két irányból tudnám ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy a társas támaszt, társas támogatottság, az, hogy nem vagyunk egyedül, hogy kölcsönösen segítjük egymást különböző szinteken, akár egy információnyújtással, akár meghallgatjuk egymást.
Ez ugye kölcsönösen jó érzés. A másik pedig a pozitív pszichológiának az irányzata, ami egy fiatal tudományterülete a pszichológiának, és ez foglalkozott azzal, hogy ne csak a betegségekről, mentális betegségekről, meg esetleg tünetekről beszélgessünk, hanem arról, hogy milyen védő, protektív faktorok vannak a mentális egészségünk érdekében, és például ezzel a témakörrel is foglalkozott. Tehát például a boldogság egyik összetevője, Szonya Lyubomirsky szerint lehet az is, hogy jó cselekedeteket hajtunk végre. Amikor hozzád kerül valaki, és felkeres téged a fejlődés zálogában mondjuk, mi az első lépés a foglalkozáson? Mivel kezded? Megkérdezem, hogy miért keresett meg. Nagyon fontos, hogy ő elmondja azt, hogy mi az, ami most őt foglalkoztatja, mi az, amit tapasztalt saját magán, és aztán együtt megpróbálom kijelölni egy olyan célt, hogy milyen irányba haladjunk majd beszélgetésünk során. Ugye többféle területe van az életünknek, ahol mondjuk lehetnek elakadásaink, tehát akár a párkapcsolatot, ha nézzük, tehát a magánélet kérdését, vagy a mondjuk a hivatásnak a megtalálását, nem megtalálását, jó helyen vagyok-e a világban, vagy nem, tehát ez az útkeresés kérdése. Melyik van előbb? A lelki stabilitás, a mentális egészség, a megfelelő önkép, és aztán ezzel a lelkülettel való megtalálása ezeknek a területeknek, vagy fordítva. Van egy nyugodt életkörülményem, van egy nyugodt párkapcsolatom, és akkor ez elősegíti akár a mentális stabilitásomat is. Igen, ez, amit mondasz, ez azt feltételezi, hogy egyszer csak így elérjük, hogy elértük. Igen, hogy így révbe ér az igen, ember. Igen, így van a mentális jólét, meg van a gyönyörű állás, a gyönyörű... Igen. De ez a valóságban azért ilyen oda-vissza interakcióban működik, hogy teszünk valamit a mentális egészségünkért, történik valami más, hogy tudunk rá reagálni, és akkor egymást így ösztönzik oda-visszahatóan. Tehát így kiegészíti egymást. És akkor, ha már ez a révbeérés, most már mindjárt el kell, hogy köszönjünk, de talán arra helyezhetjük itt a végszót, hogy talán sosincs olyan, hogy az ember kész, sosincs olyan, hogy egy útnak a vége van, mindig van hová fejlődni, és mindig érdemes is ezen az úton járni. Igen, ebben egyetértünk. Szilvia, köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk. Én is köszönöm, és kitartást kívánok. Köszönjük szépen.